Az építőipar, a mezőgazdaság, a beszállítóipar, a gazdaság húzó ágazatai. 2013-tól fokozatosan nő a GDP, ami a következő évben elérheti a 4,3%-ot. A gazdaság stabilitása lehetővé teszi, hogy a 2018-as költségvetésből folytatódhassanak a béremelések és több juthat állami feladatokra is. A munkátvállalók segítése és a családok megerősítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek. Emeltek ki, tegnapi 35 perc című műsorunkban vinnai győző országgyűlési képviselő. Egyik a családi adókedvezmény, amely növekszik a kétgyermekes családok számára havi 35 ezer fő lesz, ö, ö, tehát a két gyerek után. Tehát 17.500 gyerekenként ez évi 420. 000 forint adókedvezményt jelent. Szerintem ez már egy, egy tisztességes összeg. Tehát a, a családok ö, érdemes a demográfiai hát problémákon érdemes gyereket vállalni, gyereket nevelni, mert ez a kormány, ez a költségvetés támogatja. Családi adókedvezménnyel, illetve azzal, hogy a gyereknevelés költségeit részben átvállalja, akár ingyenes tankönyvvel, akár ingyenes étkezéssel. És van még egy nagyon fontos láb, 226 milliárd forint jut a családi otthon teremtési támogatása csokra, ez is több, mint korábban. 2017-ben a minimálbér 15-a garantált bérminimum 25%-kal emelkedett. Ezt egy újabb 8 és 12%-os növekedés követheti 2018-ban. A béremelések folytatódnak a versenyszférán kívül is, azokban az állami szektorokban, ahol bevezették az életpályamodellt. A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerét is átalakítják, minél több embert szeretnének képezni és ezután átvezetni a versenyszférába. A közfoglalkoztatás rendszer is átalakuló van a 18-as költségvetés szerint, mert kevesebb ö, forrás biztosít a költségvetés a közfoglalkoztatásra, de nem kell megijedni, mert ezt fokozatosan akarjuk csökkenteni, hiszen szeretnénk, hogyha a közfoglalkoztatásból egyre több ember átmenne a versenyszférába, és erre van egy 40 milliárdos keret, tehát ha valaki most állást talál magának egy munkahelyen, egy vállalkozónál, akkor ö, megkapja a közfoglalkoztatási bér egy részét is pár hónapon keresztül, tehát plusz jövedelemhez is juthat. Ezzel is szeretnénk azt a mobilizációt elősegíteni, hogy a közfoglalkoztatásba, akik már visszaszoktak a munkavilágához, azok elmenjenek az elsődleges munkaerőpiacra. Az oktatásra 80 milliárd forinttal szociális és családügyi támogatásokra 200 milliárddal többet fordítanak jövőre, mint ebben az évben. A következő évi büdzsében egy jelentős 205 milliárd forintos tartalékot is terveztek.